Németország szövetségi kormánya pénzalap létrehozását tervezi gabona szállításra alkalmas konténerek beszerzésére, hogy mindezzel felgyorsítsa az ukrán gabona exportját a tengeri blokád miatt kialakult helyzetben. Jelentette be Mihály Teurer, vasúti szállításért felelős kormánybiztos a Handelsblattnak adott interjújában. Számolva a európai Pravda. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ukrajnából vasúton el lehessen szállítani a gabonát, hogy megakadályozzuk a globális éhinséget, mondta Toirer. Hozzátette, a kormány tárgyalja egy alap létrehozásának ötletét gabonakonténerek beszerzésére, ami jelenleg hiányzik. Emellett az ukrán határon átrakodási terminálokra is szükség van, mivel Ukrajnában szélesebb a vasúti nyomtáv. Mihály Tojrer becslése szerint a legoptimistább esetben az Ukrajnában tárolt 23 millió tonna gabonából vasúton 10 milliót lehet exportálni. A szállítás szervezésével a Német Szövetségi Kormány, az Európai Bizottság, valamint az illetékes Német Egyesületek többek között a Mezőgazdasági Kereskedők Szövetsége foglalkozik. Utóbbi a Gavona rakományok esetében azt kezdeményezte, hogy egyszerűsítsék az EU külső határának átlépését, valamint 40-ről 44 tonnára emeljék meg ezen rakományok súlyküszöbét. Ukrajna partnereivel egy nemzetközi misszió létrehozásának lehetőségéről tárgyal az ország tengeri exportja blokkolásának feloldásáról. Első lépésként azt követeli Oroszországtól, hogy vonja visszaerőit az Ukrajna körüli tengeri vizeken, és nyújtson biztonsági garanciákat, hogy ezen területeket nem támadja meg. Szerhi Lavrov, orosz külügyminiszter ugyanakkor a múlt héten Törökországban kijelentette. Oroszország készen áll kiengedni a gabonát hajókat az ukrán kikötőkből. Ezzel Ukrajnára hárította a blokkát felelősségét, és szerinte az ukrán termés szerepe a globális élelmezési biztonságban eltúzott. Korábban Dmitro Kuleba, Ukrajna külügyminisztere arra szólította fel a világot, hogy ne higgyen Oroszország biztosítékainak, miszerint nem fogja a gabona folyosókat használni az ukrán tengerparti városok megtámadására. Ukrajna jelenleg Lengyelországon és Románián keresztül exportál gabonát, tájékoztatott Dmitro Senik, a külügyi tárca helyettes vezetője a Reutersnek adott interjújában. A miniszter helyettes elmondta, a raktárakban mintegy 30 millió tonna vár elszállítása. Közúton, illetve vasúti szerelvényeken. Kiev ugyanakkor tárgyalásokat folytat a balti országokkal egy harmadik folyosó megnyitásáról közölte a diplomata hozzátette. Ezek az útvonalak nem ideálisak, de mindent megteszünk fejlesztésük érdekében.